Az udvaron viseletbe öltözött gyerekek táncolnak, az intézmény aluljában pedig a régi korok használati tárgyait bemutató interaktív kiállítás színesítette a viseletek napjának programját. Igazából az a célunk, hogy megismertetni, megszerettetni. A mai napnak ez a fő mondani valója. Meg akarjuk ismertetni a gyerekekkel múltunk emlékeit, és hogy tudják azoknak az eszközöknek az eredetét, melynek ma is minden nap használnak a családban. Ők nyitottak is erre, és szeretnék megismerni az őseiket és a régieket, hogy ők hogy éltek, mert ez nekik egy nagyon érdekes dolog. Nagyon érdekes dolog például a lányoknak, hogy több alsó szoknyánk van. Ezt mutattuk is nekik, és megszámoltuk ezeken a babákon, hogy hány alsó szoknya van. Vagy a fiúknak például nagyon érdekes volt, hogy ki tudja tovább tartani ezeket a nehéz vasallókat. 3 évvel ezelőtt, amikor a német önkormányzat életre hívta a Trágtágot, a bátaszéki óvoda már csatlakozott a rendezvény sorozathoz. Akkor a helyi német egyesülettől viseleteket kaptak a gyerekek, és megalakult az óvoda tánccsoportja is. A most kiállított tárgyakat pedig évek alatt gyűjtötték össze a pedagógusok, hogy aztán kiállítsák. A gyerekek pedig mindenhez hozzányúlhatnak, és kipróbálhatják.